Sérült képek, ez a címe a képek javának. Ez arra vonatkozik, hogy a kép nagy részét egy absztrakt rendszert tölti be, aminek a lényege, hogy eluralkodik az egész felületen. Egy absztrakt vízió egy teljes világképet vesz igénybe, mint egy utópia, vagy egy kényszerképzet. Ezeken az absztrakt rendszereken belül szerepel egy elem, amelyik megkárosítja ennek az absztrakt rendszernek az egyértelműségét, harmóniáját. És ez az, hogy kezdettől fogva ezt az absztrakt elemet valamiért egy vízszintesen, többé-kevésbé hosszan elnyúló, vízszintesen hangsúlyozódó struktúrának képzeltem. Ezzel szemben a töredéket az többé-kevésbé egy függőleges jellegű struktúrának. Azt látom, hogy a világ végtelenül hosszan elnyúló vízszintes struktúrák mentén szerveződik. Az egész kommunikációnak a mai szintje, a hálózat jellege nem megy soha a mélységbe. Mindig csak egyikről a másik a harmadikra, többé-kevésbé ugyanazon a szinten megy tovább a hálózat, egy végtelen, lényegében vízszintes vagy vízszintes rétegekben terjedő dimenzió. Ezzel szemben az ember, mint lény, egy függőlegesen szerveződő lény. Ez ebből a vízszintes hálózatból kimarad. A Facebookon erről soha nincsen szó. Ez legfeljebb, mint töredék merül fel a világunkban. Tulajdonképpen, mint egy régi, itt maradt töredék, egy emlék az emberről. A lényeg az, hogy a világunkban ma valami összeegyeztethetetlenség létezik. Az a reménység, ami a nyitottságra alapult, hogy nyitott helyzetben vagyunk és előre megyünk valami jobb alakítása felé, ez a helyzet megváltozott, egy zárt helyzetbe kerültünk. Egy befékezett, zárt helyzetbe kerültünk, ahol az ellentétek, az összeegyeztethetetlenségek egyre jobban rögződnek, sőt, a rendszer meghatározó elemévé válnak. Ilyen értelemben gondolom, hogy valamilyen képen megpróbálom a képeimmel modellálni a helyzetet. Aztán elég nagy probléma volt, hogy jó, akarok egy ilyen töredéket belefesteni ebbe a absztrakt struktúrába, de hova? Valahova rávarjam, mint egy gombot? Ez nem tetszik, mert ez valami esetlegességet visz bele a dologba, ami emlékeztetne nagyon a 80-as évek montázs jellegű munkáira, és ide nem akarok visszamenni. És akkor jöttem rá, hogy
ez a sérülés metafora, ez nagyon lényeges. És hol sérül a kép? A kép majdnem mindig a sarkán sérül.